Gyújtópont. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel fogunk beszélgetni méghozzá az Amerikai Egyesült Államokban történő elnöki kampányról, na meg arról, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég kiírta a Twitter oldalára, hogy szerinte pontatlan és csalásra lehetőséget biztosító lenne az idei voksolásra tervezett levélszavazó rendszer, emiatt pedig későbbre kellene eltolni a voksolást. Nógrádi György van tehát velünk a vonalban, jó napot kívánok, tanár úr, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Ez Trumpnak valami fajta menekülési útvonala, hogy ne legyenek most a választások, vagy tényleg csalásos lehet a levélszavazó rendszer? A kérdés szörnyű néz. A levélszavazatban mindig benne van a lehetőség annak, hogy valaki csaljon, de a Trump, aki rendszeresen Twitter üzeneteket küld mindenkinek, talán ő az első amerikai elnök a történelemben, aki Twitteren keresztül bonyolítja le a politikai jelentős részét, néhány órával később, hogy ezt kiírta, amit ön mond, már bejelentette, hogy nem kell, marad a novemberi elnökválasztás, és ugyan valóban a levélszavazatok aránya nagy, de maradjon meg, és nem kell eltolni a választást. Zárójelbe érzem meg, hogy a választás eltolása lehetetlen lett volna, mert az amerikai képviselőház nem szavazta volna meg sem a demokraták, sem a republikánusok, ugyanis a valós oka nincs, tehát ténylegesen lehet csalni, de hát csalni a történetben mindig mindennel lehetett, levélszavazatokkal is. Egyébként azt árulja el nekem, hogy nyilván jobban ismeri a világot, de hogyan lehet a levélszavazatokkal csalni? Hát van egy ősi egyiptomi közmondás, amelyik úgy szól, hogy nem az a lényeg, hogy te kire szavazol, a lényeg az, hogy kiszámolja a szavazatokat. Pont. Innentől már mindent értek. Ha viszont ez így van, akkor egyáltalán ki lehet zárni bármikor a választási csalást az Egyesült Államokban, ahol nagy országról beszélünk, sok-sok szavazókörről és sok-sok szavazatszámlálóról? Én megint máshogy válaszolok. A választási csalást sohasem a történelemben nem lehet kizárni. Ha megnézem azt, hogy az elmúlt évtizedekben volt néhány ország, ahol halottak tömege leszavazott. Volt néhány ország, ahol szavazatok tömege eltűnt. Tehát mindig mindenre van lehetőség, akkor nehéz, ha valaki 80% körül győz, akkor a 20%-ot azért trükkökkel nehéz behozni. Egy kicsit ilyen volt egy évvel ezelőtt a Poroshenko, aki megpróbálta Ukrajnában megfordítani az eredményt, de olyan fokon szenvedett vereséget, hogy ez lehetetlen volt. Nézzük meg egy kicsit azt, hogy jelenleg hogy áll a választási kampány, és hogy állnak Donald Trumpnak az esélyei. Ugye a nyugati sajtó arról cikkezik, hogy jelentősen rosszak, meg jelentősen behozta a hátrányait ugye az ellenfele Joe Biden, de hát ugye a sajtó mindig egyfajta torz képet ad, ezt láthattuk az előző elnökválasztásoknál is. Ön hogy látja, ha ma lennének, most lennének a választások, akkor megnyerni Donald Trump ismét a választásokat? Ez egy jó kérdés. Ha politikus lennék, kitérnék a válasz előtt, mivel egyetemi tanár vagyok, így nagyon nyugodtan tudok válaszolni. Kezdjük ott, hogy 4 évvel ezelőtt a világ szakértőinek 98-99%-a biztos volt abban, hogy Trump veszít és Hillary Clinton bejön. Hillary Clinton rendkívül boldog volt, hogy ilyen ellenfelet kapott, akiről úgy érezte, hogy verhető. A valóságban Hillary Clinton egy 3,5 millióval több szavazatot kapott, de ennek nincs jelentősége az amerikai elektori rendszerben. A másik megjegyzésem, hogy a választások előtt rendkívül rövid idővel az amerikai republikánus párt abból indult ki, hogy Trump nem győzhet, nincs esélye, olyan megjegyzéseket tett nők fenekére, egyéb testrészeire, melleire, stb., hogy ezzel nem lehet győzni, és abból indultak ki, hogy villámgyorsan kell valakit találni, aki helyette indul, és akire gondoltak, az Condoleezza Rice volt, aki 4 éven keresztül nemzetbiztonsági főtanácsadó, 4 éven keresztül pedig külügyminiszter volt, és tényleg fiatal korától kezdve republikánus, egyetemi tanár, színes bőrű, stb. Mi volt Trump válasza? Összehívta a sajtót, és következőt mondta. Én most bocsánatot kérek. Én tényleg megjegyzéseket tettem nők fenekére, mellére, stb., de a Clinton ezekkel le is feküdt. Ezzel a poénnal megnyerte a választást. Nem léptették vissza. Az elmúlt 3,5 évben, amióta elnök, vagy 3,3 évben, az amerikai gazdaság dübörgött. Hol történt a törés, hogy bejött a koronavírus? Erre Trump rosszul reagált. Rosszul reagált? Rosszul reagált?
persze, hogy rosszul reagált, de ennek megint rengeteg oka van. Az egyik az, hogy az Egyesült Államokban van a világ egyik legrosszabbul képzett rendőrsége. Soha nem merjük kimondani. A rendőrséget az egyes államok irányítják, pár hetes kiképzés után lehet valaki rendőr. Erre nincs példa Nyugat-Európában, erre Közép-Európában sincs példa. A másik megjegyzés az, hogy Trump abból indult ki, hogy ez a wuhani vírus, tehát a kínaiak engedték ki. Ezt bizonyítani nem lehet. Mély pontra vitte a kapcsolatokat a kínai népköztársággal, mély ponton vannak a kapcsolatok Oroszországgal, lásd gázvezeték, és mély ponton vannak a kapcsolatok Európával, lásd, csak egy példát mondok, amerikai csapatkivonás 12 000 fő Németországból. De az átlag amerikait, és mi ezt Európából nem tudjuk fölfogni, ez nem érdekli. Az átlag amerikai soha életében nem hagyja el az USA-t. Akinek fogalma van a világról, az a két óceánpart, az Atlanti és Csendes óceán, a belső területeken élők abszolút nem érdeklődnek a kül- és biztonságpolitika iránt. Tehát Trump erre a vírusra rosszul reagált, az Egyesült Államokban a gazdaság összeomlott. Elnézést, olyan válság van, a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest 31% volt az amerikai gazdaság visszaesése. A németeknél, ahol katasztrófa helyzet van, ez az arány 10-11% közt volt. Tömeges a munkanélküliség. Kiket sújtott ez elsősorban az USA-ba? A színes bőrűeket. Miért? Mert ők a szegényebbek, ők a nehezen képezhetők, stb. Mondok egy példát. Az Egyesült Államokban a börtönben lévők közül több mint 30% a fekete, de a lakosságban 11-12% a feketék aránya, tehát háromszor túlreprezentáltak. A valószínűség, hogy egy fehér börtönbe kerül, az egy hatoda annak, mint hogy egy fekete. Következő, tisztába kell lenni, hogy Trumpot a fehér, mondanám azt, hogy középréteg, de az USA-ban majdnem mindenki középosztálybeli, tehát a fehér férfi középosztálybeliek választották meg. Jelenleg a probléma az, hogy jó pár olyan állam, ahol Trump győzött, ahova beruházásokat vitt, a gazdasági válság hatására katasztrófa helyzetben vannak. Biden abszolút alkalmatlan elnöknek. A Trump történelmi szerencséje, hogy a demokrata párt 4 év alatt képtelen volt egy normális elnök jelöltet színre vinni. A Hillary Clinton is biztos volt 4 év, hogy nyer és vesztett. Jelenleg a Biden csacsiságok tömegét beszéli naponta össze-vissza, a nyugati sajtó ezen, nem merem mondani, röhög, ezen mosolyog. Tehát a Trump szerencséje az, hogyha le fog ülni Bidennal a kötelező beszélgetésekre, a Bidennek a szellemi képességei ma már összeszűkültek, megöregedett, bejelentett, hogy egy ciklusos elnök akar lenni. Ez nem is tudom, hogy volt-e valaha erre példa az USA-ba. Tény az, hogy Biden, amikor bejelentették, hogy ő jön, és a Sanders-t félreállították, hogy 4 évvel ezelőtt Hillary Clinton rendkívül csúnyán félreállította, a Biden fölment az egekbe, most jön szépen lefelé, és 4% jelenleg a Biden előnye a Trump-al szembe, és a novemberi választás ehhez képest messze van, tehát 4 pontot be lehet hozni, de ténylegesen az amerikai választás kétesélyes. A koronavírus járvány okozta problémákat lehet ilyen rövid idő alatt úgy orvosolni, hogy legalább valami olyan látványos intézkedést hozzon Trump, aminek köszönhetően az amerikai társadalom egy része megnyugszik? Az egyes számú probléma az, hogy az Egyesült Államokban, ahol szabadságjogokra mindenki büszke, az emberek jelentős része bejelentett, hogy nem engedi őket beoltsák. A másik probléma az, hogy az Egyesült Államokban a megtett intézkedések mindig rendkívül ellentétesek, ellentmondásosak, pont azért, mert a lakosság egy része erre nem hajlandó tudomásul venni. A koronavírus katasztrófa helyzetet hozott néhány területen, New Yorkba, Floridába és a többi. Az ország egy részét nem, vagy alig érintette. Azok a gazdasági lépések, amelyek a Trump hozott, azok nyilvánvalóan jók. A probléma az, hogy olyan fokon elterjedt ez a koronavírus, hogy szörnyű nehéz a megállítása. Jelenleg, ha megnézi, akkor a leginkább veszélyeztetett országok a világban, Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, mindhárom az amerikai kontinensen van. Meglátjuk, hogy mi lesz 3 hónap, még egyszer sok idő. Nyilvánvalóan Trump abból indul, hogy bármi történik neki novemberig, kell a gyógyszer, kell a megfelelő vakcina, és ettől kezdve lehet fordítani. A gazdasági mélypontját vissza lehet hozni, de a 33%-os visszaesés a második negyedévben az katasztrófa. De egyébként ez az állam felelőssége, vagy a gazdasági szereplők felelőssége, és egyáltalán gazdasági téren mit tud tenni az állam?
Az Egyesült Államokban az állam és a gazdaság olyan fokon összefonódott, hogy nyilvánvaló sem tud a másik nélkül meglenni. A legnagyobb koncernek rendszeresen konzultálnak az elnökkel, akár demokrata, akár republikánus elnökről van szó. Ha megnézem a mostani amerikai történelmet, ez is ezt mutatja. A Trump nem a belső körből jött, de ő is az ország egyik leggazdagabb embere. Tehát ahogy voltak Rockefellerek és nagyon sok egyéb az amerikai politika csúcsán, a Trump is ebből a milliárdos körből jött, nagyon sok mindent tud tenni, de nyilvánvaló ehhez egy jó gazdasági vezetés, egy jó pénzügyminiszter, egy jó bankelnökkel. Trump túl gyakran cserélte véleményem szerint a hozzá legközelebb álló embereket. Tehát még egyszer, ha nincs koronavírus, akkor Trump simán győz. Ettől kezdve a helyzet kiélezett, hogy Trump hogy fog reagálni, ezt szerintem legszűkebb köre sem tudja. Elég impulzív döntéseket hoz ennek pro és kontra oldalával. Egyébként szerint mi az oka annak, hogy pontosan ilyen sokszor logikátlan és impulzív döntéseket hoz, mint hogyha nem is konzultálna egészségügyi meg gazdasági szakemberekkel a koronavírus témájában? Mert ő abból indul ki, hogy egy vagyont létrehozott, hogy túl sok szakértőre nincs szüksége. Ő a valóságban az államigazgatásban soha nem dolgozott. Talán egyszer, ha megírja ő a visszaemlékezéseit, akkor érdemes lesz azt megnézni, hogy ő mennyire hitte el 3,5 évvel ezelőtt, hogy ő elnök lehet. Ő elnök lett. Ettől kezdve a helyzet elég bonyolult. Sorra váltotta le a minisztereket, a külügyminisztereket, a védelmi minisztereket, az FBI főnököket, a nemzetbiztonsági főtanácsadókat, és ezen emberek egy része ellene fordult. Tehát ha megnézem, hogy az elmúlt 2 hét sikerkönyve a Boltonnak, aki egy rendkívül ellentmondásos figura volt, nemzetbiztonsági főtanácsadó, a Trump ellen megírt könyve, és a Trump unokahúgának, aki pszichiáter, a könyve, ahol leírja, hogy Trump gyerekkorától kezdve milyen komoly problémák voltak vele. Na most erre a válasz az, hogy lehet, hogy ezek zseniális könyvek, de az átlag amerikai ezeket nem fogja elolvasni. A Bolton könyv meggyőződésem szerint sokkal nagyobb siker lesz Európában, mint az Egyesült Államokban, és a Trump egy ilyen személyiségűt, ilyennek kellett elfogadni, rendkívül szubjektív, szembe került Merkellel, szembe került rengeteg emberrel, rengeteg dolgot beígért többek közt Nagy-Britániának a Brexit után. Én nekem meggyőződésem, hogy ezek jelentős része nem kerül végrehajtásra. De akkor ezek szerint van olyan, amikor Trump olyat ígér, amit mondjuk már az ígéret pillanatában tud, hogy nem fog megvalósítani? Én nem tudom, hogy ő mit tud, én nekem meggyőződésem, hogy én Budapestről úgy látom, hogy a különleges kapcsolatok Nagy-Britániával, ahogy Trump megígérte, és ahogy Boris Johnson elvárja, nem fognak végbe menni. Amit most meghirdetett, hogy kivonja Németországból az ott lévő amerikai csapatok egyharmadát, mint egy 12 000 főt, ezek egy részét áttelepíti, szakszóval diszlokálja más, főleg közép- és kelet-európai NATO államokba, egy részét visszaviszi az USA-ba. Ez nekem megint rendkívül kérdőjeles, mert Németország Európa kulcsállama. Volt egy film nagyon régen a Ítélet Nürnbergben, ahol volt egy mondat, hogy Berlin Németország, Németország Európa. Trump ráadásul a kulcsfontosságú déli területekről vonta ki az amerikai csapatokat, ahol ebből óriási a fölhördülés. Először fordult elő, hogy a bajor miniszterelnök, aki kacérkodik azzal, hogy kancellár legyen a Söder, elég keményen neki ment az amerikaiaknak. Mindenki várja a novembert, hogyha Trump marad, akkor vele 4 évig együtt kell működni, mert nincs más lehetőség. Ha jön Biden, akkor egy teljesen időszak kezdetét veszi. Azt is látjuk, hogy ettől függetlenül viszont a nemzetközi szintéren Trump úgymond gerjeszt konfliktusokat, vagy beleáll olyan konfliktusba, ami a másik oldalról érkezik, akár Iránnal kapcsolatban, akár ugye Kínával kapcsolatban folyamatosan kínai vírust emleget, akár azért Oroszországnak is időnként odaszól. Ezeknek ilyen politikai kampány célja van, vagy ezek tényleg létező dolgok? A válaszom az, hogy persze, hogy politikai kampány célja van, de azért ezek létezők. Tehát ha én egyszer kívülről megnézném ezt a világot, akkor azt kell mondanom, hogy gőzerővel jön föl Kína. Hogy csak időkérdése bruttó GDP-ből az 1,4 milliárdos Kína világ első lesz. Ha megnézem az USA-t, akkor azt látom, hogy néhány éven belül az Egyesült Államokban fehér kisebbség lesz, színes bőrű többség lesz. Erre az amerikai társadalom nincs fölkészülve. A Trump nagyon jól látja, hogy vagy megállítja most Kínát, és elnézést, mindegy, hogy milyen eszközökkel,
lehetőség ez az ott élő muzulmánok papíron támogatása, a hongkongi kérdés elővétele, a dél-kínai tengeri szigetviták ügye és nagyon sok egyéb. Ha most nem tudja Kínát megállítani, akkor Kína bedarálja Dél-Kelet-Ázsiát, és globális játékosként néhány területen az USA fölé fog nőni. Ezek nagyon érdekes. De hogy látja, Kínának például vannak birodalmi törekvései, vagy csak gazdasági birodalmi törekvései vannak? A válaszom az, hogy Kínának mindig voltak birodalmi törekvései, és ha megnézem a pár évvel ezelőtti kínai közmondást, akkor pont arra ad választ, amit ön kérdezett. A kínai közmondás úgy szól, hogy 1949-ben a szocializmus megmentette Kínát. Az 1980-as évek elején Kína megmentette a szocializmust. Az 1980-as évek végén a kapitalizmus megmentette Kínát, és utána Kína megmentette a kapitalizmust. Kína mindig abból indul ki, hogy Szibéria ősi kínai területet csak a cárok elvették. Abból indul ki, hogy Vietnámot háttérbe kell szorítani, és Dél-Kelet-Ázsia kínai érdekszféra. Abból indul ki, hogy Japánnak nem lehet megbocsájtani azt, amit az 1930-as évek óta, főleg hát 30-as években és 45-ig Kínába tett, és Japán ezért idézőjelben nem fizetett még meg. Tehát rendkívül érdekes a kínai politika. Xi Jinping, mint bárki más, két ciklust lehetett államfő. Megváltoztatták a törvényt, és gyakorlatilag élethosszíglanig lehet. Tehát nagyon-nagyon új szelek jönnek Kína felől, Oroszország. Mi az orosz gyengeség? Az orosz GDP annyi, mint az olasz. Az orosz lakosság 160 millió fő, és folyamatosan csökken. Szibériában már majdnem 40%-kal idézőjelve önként betelepült kínaiak aránya. Tehát az orosz pozíciók rövid távon kiválók. Fegyvereik jók, kőolaj, földgáz, de közép és hosszú távon az orosz pozíciók rendkívül kemények és rendkívül veszélyesek lesznek Oroszország számára. Tehát ez az amerikai politika, amit Trump csinál, ez teljesen logikus amerikai szempontból. A kérdés az, hogy ezt a politikát lehetne máshogy sokkal jobban, esetleg kifinomultabban csinálni. Ön mondta Iránt. Hát Iránnál 1979-ben győzött egy síita forradalom. Nekem nagyon érdekes volt, én biztos voltam benne, hogy amikor Khomeini hazatér repülőgépével Párizsból, a képet lelövik. A politika alapszabálya, hogy ezt diktálták. A sok öreg volt beteg, és nem vállalta fel a konfliktust, zárójel pár hónappal később meghal, és Iránba győznek a Khomeini féle síiták. Mi az amerikai álláspont, hogy Irán nem tartja be a nemzetközi jogot, tehát menjünk neki. Igen, de 11-12 év tárgyalás után a biztonsági tanács 5 állandó tagja is Németország megállapodott, hogy Iránnal megkötik az atomalkut. Ez egy rendkívül érdekes szerződés. Ki volt ellene? Az akkor ellenzékbe lévő republikánusok, akik ma kormányon vannak az USA-ba, és az akkori izraeli vezetés Netanyahuval az élen, ma is ugyanez a vezetés van Izraelbe. Tehát az iráni atomalkú azt jelenti, hogy ebből bármikor lehet egy konfliktus. Irakban az atomközpontot annak idején az izraeliek szétbombázták. Irán egy sokkal nehezebb dió, és Iránnal szemben jelenleg Szaúd-Arábia az, amelyik fegyverkezik, és nem szoktuk kimondani, az elmúlt 5 évet alapul véve Szaúd-Arábia fegyverkezett a világon a leggyorsabban, óriási a területe, nagyon nagy volt a gazdagsága, most már kölcsönöket vett föl. Érdekes módon a kőolaj és földgáz lelőhelyeken síiták élnek Szaúd-Arábiába. Utóbbi években elég gyakori a síita-szunita összecsapás, tehát egy rendkívül érdekes helyzet van. Nyilvánvaló az, hogy az amerikai elnök be akarja bizonyítani a világvezető hatalma, és képletesen azt tesz, amit akar, hogy ezt célszerűen így tenni, erről lehetne önállóan beszélgetni. És végezetül egy utolsó kérdés. Magyarország szempontjából mit jelent az, hogy most Trump az Egyesült Államok elnöke, az amerikai-magyar kapcsolatokat tekintve, és mi lenne akkor, hogyha Joe Bidennek hívnák az új elnököt? Az én válaszom az, hogy a demokraták szemben álltak nagyon sok európai országgal, nem csak Magyarországgal. Hillary Clinton már a választási harcban úgy viselkedett, hogy ő amerikai elnök lesz, és ennek megfelelően idézőjelben osztotta a lapokat. Hillary Clinton rengeteg hülyeséget csinált többek közt, hogy a saját e-mailjét használta, és a libiai amerikai nagykövet halálához ezzel hozzájárult. Nyilvánvaló, ha Biden győzne, akkor visszatérnének a clintoni gondolatok, nem feltétlenül Hillary a férjé is, és sokkal nagyobb szerepet kapna Soros. A jelenlegi helyzetben Soros ugyanaz USA egyik milliárdosa, de számottevő szerepe az amerikai politikára nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok ország Európában abból indít,